A diplomáciában az a normális, hogyha az országok vezetői találkoznak és egyeztetnek egymással. Így a svédek eddigi álláspontja volt problémás. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a Mátyász Korvinusz Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Polca István elmondta, a pénteki magyar-svéd miniszterelnöki találkozó egy fontos kapcsolatépítő lehetőség lesz. A NATO csatlakozás mellett várhatóan hadipari együttműködések is napirendre kerülnek majd. Svédországgal fennálló vitánk lezárás felé közeledik. Szombati évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor, hogy a svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettek a bizalom visszaépítésére. A parlament így hamarosan jóvá hagyja Svédország NATO csatlakozását. A felé haladunk, hogy a parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO csatlakozását. Február 26-án szavazhat az országgyűlés a svéd NATO csatlakozásról, ezt már a Fidesz frakció vezetője tette közzé kedden közösségi oldalán. Kocsis Máté a házelnöknek írt levelében azt kérte, vegyék napirendre a svéd NATO csatlakozás ratifikálását, közölte, a svéd csatlakozást a Fidesz frakció támogatni fogja. Svédország az orosz-ukrán háború kitörése után másfél éve adta be NATO csatlakozási kérelmét. A jóváhagyással Törökország majd Magyarország is kivárt. Az országgyűlés kormánypárti képviselőinek ugyanis a hazánkat ért folyamatos támadások és lejárató kampányok miatt aggájai voltak a svéd tagsággal kapcsolatban. A helyzet rendezésére Orbán Viktor januárban meghívta Magyarországra a svéd miniszterelnököt. Az invitálásra a svéd külügyminiszter úgy reagált, nem látok ott arra, hogy Magyarországon tárgyaljanak a NATO csatlakozásról. Okay, now, uh, come, the... Megnézzük uh, és elemezzük the... majd a levelet, uh, fogalmazott akkor Tobias Billström az ügy itt nem állt meg, a tárgyalások tovább folytatódtak. Végül a miniszterelnök sajtófőnöke kedden közölte, a svéd miniszterelnök pénteken Budapestre látogat. Nagyon pozitívan értékelem a fejleményeket. Jogos igény volt, hogy a svéd miniszterelnök a NATO csatlakozás megszavazása előtt ellátogasson Magyarországra. Erről a Matthias Korvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője beszélt az M1-en. Kis Rajmund azt mondta, az egyre javuló svéd-magyar kapcsolatoknak köszönhet Továbbfejlődhet a két ország közötti gazdasági együttműködés a diplomaták és a politikusok azért dolgoztak, egyeztettek. Az elmúlt hetekben nagyon fontos volt, hogy a miniszterelnökök és a külügyminiszterek is egyeztettek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül Svédországnak is és Magyarországnak is minél több baráti partnere legyen, és ugyanilyen fontos ez a NATO-ban is. Csatlakozástól függetlenül is. A pénteki találkozó egy fontos kapcsolatépítő lehetőség lesz, erről pedig már a Battyányi Lajos Alap alapítvány szakmai programvezetője beszélt a Kossuth rádióban. Póca István elmondta, a diplomáciában normális az, hogy az országok vezetői találkoznak és egyeztetnek, így amit eddig a svédek közvetítettek, az volt furcsa és problémás. Hozzátette, az elmúlt időszakban a politikai mainstream azt hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök nemzetközi szinten elszigetelődött, de hamar kiderült, hogy ez nem igaz. Bizonyos európai politikusok, még hogyha így is gondolkodtak és így is tettek, nemzetközi szinten nagy szintéren, török elnökkel, orosz elnökkel, kínai elnökkel, amerikai vezető politikusokkal, korábbi amerikai elnökkel való találkozók, ugye mind azt támasztották alá, hogy ez nem igaz és tarthatatlan álláspont. És ugye látható, hogy a közelmúltban komoly európai politikusok is jelentősen változtattak ezzel a testtartásukon, Mákroának ugye volt Budapesten, Orbán Viktor is volt ráadásul közelmódban Párizsban. Póca István úgy fogalmazott, valószínűleg idő kellett, amíg a svéd vezetés is rájött, hogy ez a lemez lejárt, és most már egy másikra kellene váltani, ez pedig az együttműködés lemeze.